A világnap a szülésben érintett családok és az ellátásukban résztvevő szakemberek előtt tisztelegnek világszerte, valamint felhívják a figyelmet a koraszülések magas arányára. A világnap közös jelképeként az események kampányszíneként a lilát választották, mely a reményt, az érzékenységet, az együttérzést, a hitet és a bátorságot szimbolizálja. Eger másodjára csatlakozott a Színezük Lilára az Országot szlogenű kampányhoz, Tavaly a városháza, idén pedig a dobószobor lábazata borult lila fénybe szombat este. A Markot Ferenc kórházban 2018. október végéig 1091 baba született. 97-en koraszülöttként és 25 csecsemőt szállítottak egészségi állapota miatt kiemelt centrumba. A Markot Ferenc Korhácz 2-es fokozatú perinatális intenzív centrum, ahol az 1400 g alatti súlyjal és súlyos rendellenességgel született csecsemők állapotát stabilizálják a magasabb fokozatú centrumokhoz való szállításukig. A fejlesztéseknek köszönhetően az újszülött részleg rendelkezik a szükséges gépekkel, lélegeztetőkkel, egyéb műszerekkel, inkubátorokkal az ellátáshoz. Az elszállított kisbabák többsége visszakerül az EGRI kórházba, itt történik az előírt súlyuk eléréséig az ápolásuk, táplálásuk. Ha egy baba a várandóság 37. hete után születik, akkor minden rendben, ha ennél előbb jön a világra, akkor koraszülöttként kezdi az életét.